50 ezer ember került vesztegzár alá Olaszországban a koronavírus miatt, Dél-Koreában már 500 felett van a betegek száma. Tűz és homokvihar tombol a Kanári-szigeteken, Peruban és Bolíviában, árvizek ellen küzdenek, Észtországban a tengervíz öntött ki. Ma lesznek a mohácsi busójárás leglátványosabb programjai, több tízezer látogatóra számítanak. Először rendeztek a Balatonon télen átúszást, az 5 fokos vízben 1250 métert kell teljesíteni. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán. Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Karantént rendeltek el több tucat észak-olaszországi településen a koronavírus miatt. Lombardia és Veneto térségében lezárták a fertőzések gócpontjait. Az ott élők két hétig nem hagyhatják el a területet, és senki sem léphet be oda. Az intézkedés több mint 50 ezer embert érint. Mindeközben Kínában és Dél-Koreában is jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma. Ezek a képek az észak-olaszországi Codogno városában készültek. Ez az egyik település, ahol a koronavírus miatt karantént rendeltek el, miután már több mint 100 fertőzöttről tudnak az országban, és ketten meghaltak a betegségben. Két észak-olaszországi régióban, Lombardiában és Venetóban több tucat város zártak le. A helyiek két hétig nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be a településekre. Úgy döntöttünk, hogy a gócpontokon és környékén megtiltjuk a ki- és bejárást. Erre csak akkor van lehetőség, ha valaki különleges engedélyt kap. Nyilvánvalóan ennek megfelelően felfüggesztjük a munkavégzést, a termelést, az oktatást, nem tartjuk meg az iskolai, valamint a sporteseményeket, mondta az olasz miniszterelnök. A vesztegzár több mint 50 ezer embert érint Olaszországban. A fegyveres erők katonái, illetve a rendőrség ellenőrzi a kivezető utakat. Egyes kisvárosokban itt meg sem áll például a vasút, tehát az itt élők nem szállhatnak be az autóikba, és nem távozhatnak. Egy család megpróbált elmenni, de őket visszaszállították erre a területre. Mindeközben Kínában, ahol tavaly az első fertőzötteket regisztrálták, újabb 97 ember halt meg a betegségben, és csaknem 650 új fertőzöttről tudnak. Az országban eddig 2442-en vesztették életüket a koronavírus miatt, a betegek száma pedig csaknem 77 ezer. Kína után Dél-Koreában van a legtöbb koronavírusos beteg. Ott is jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma a hétvégén. Már több mint 600-an kapták el a betegséget, és 5-en haltak meg. A dél-koreai elnök a legmagasabb szintű egészségügyi riasztást rendelte el. A helyzet mostanra kritikussá vált. Az elkövetkezendő néhány nap sorsdöntő lesz. Minél előbb ki kell szűrnünk a betegeket, és meg kell akadályoznunk a vírus további terjedését, mondta a dél-koreai elnök. Ezek a képek már Nagy-Britanniában készültek az este, miközben több tucat angol utas tért haza a Diamond Princess nevű hajóról. Az óceánjárót 18 nappal ezelőtt helyezték vesztegzár alá a japán partoknál. A koronavírus okozta tüdőgyulladás lappangási ideje 2 hét, így aki tünetmentes, az már elhagyhatja a fedélzetet. Az utasokat egy észak-nyugat-angliai kórházba vitték, ahol újabb 2 hetet töltenek karanténban. Izraelben arra kérték az embereket, hogy önként vonuljanak karanténba azok, akik kapcsolatba kerültek egy nemrég az országban járt dél-koreai turista csoporttal. A csoport tagjairól ugyanis kiderült, hogy koronavírussal fertőzöttek. Az izraeli egészségügyi minisztérium vizsgálja, hogy a dél-koreai turisták megfertőzték-e az ott élőket, amíg Izraelben voltak. Rendőri kísérettel szállították a bíróságra azt a pakisztáni bevándorlót, akit több bűncselekménnyel, egyebek mellett többszörös emberüléssel gyanúsítanak, ma dönthetnek a letartóztatásáról. Kiderült, hogy 2017. októberében egyszer már elfogták egy bevándorló csoport ellenőrzése közben a déli határnál. Úgy tudjuk, a gyanúsított azóta a Soros György által támogatott Helsinki Bizottság segítségével menekült kérelmet adott be. Így kerülni el, hogy Magyarország kiadja Pakisztánnak. Bilincsben és Vezetőszáron kísérték a rendőrök a bíróságra vasárnap reggel azt a pakisztáni bevándorlót, akit több bűncselekménnyel, köztük többszörös emberüléssel gyanúsítanak. Letartóztatásáról ma dönthet a bíróság. A férfit nemzetközi elfogató parancs alapján fogták el. A Nemzeti Nyomozóiroda több ember ellen elkövetett emberölés, zsarolás, rablás, valamint lőfegyverrel való visszaélés gyanújával hallgatta ki. Kiderült, hogy 2017. októberében egyszer már elfogták egy bevándorló csoport ellenőrzése közben a déli határnál.
Úgy tudjuk, a gyanúsított azóta a Soros György által támogatott Helsinki Bizottság segítségével menekült kérelmet adott be, így kerülné el, hogy Magyarország kiadja Pakisztánnak. Nem ő az egyetlen Magyarországon elfogott illegális migráns, akit tömeggyilkossággal gyanúsítanak. Hassan Faraudot terrorcselekménnyel és emberiség elleni büntettel vádolják. Tavaly novemberi tárgyalásán a terror elhárítási központ állig felfegyverzett munkatársai vezették a fővárosi törvényszék tárgyalótermébe. A vádirat szerint a szír férfi 2015-ben az iszlám állam emírjeként halállistát készített Syria Homs nevű tartományában azokról, akiket hitetlennek vagy a terrorszervezet ellenségének gondolt. A kínzásokat és kivégzéseket az általa irányított egység hajtotta végre. Farouk Hassan vádott, elsütni civil lakosságából legalább 25, köztük legalább 6 nőt és legalább egy gyermekkorú személy megöléséért felelős. Farouk Hassan vádott, legalább 2 személy kivégzésében személyesen is részt vett. Az ügyészség tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kért a vádlottra. A tárgyaláson a bíró, miután kikapcsoltatta a tévékamerákat és megtiltotta a fényképezést, levetítették a vádiratban említett egyik kivégzésről készült videót. A szír férfi védője ezt vitatta. Bűnösnek érzi magát. A bíró kérdésére Hassan Farouk tagadta, hogy bűnös lenne. Azt mondta, soha nem bántott senkit. Migránsok is használhatják azt az internetes portált, amelyen kamionokra lehet rákeresni rendszám alapján. Ezen azt is lehet látni, ha a járműnek van autópálya matricája. Az illegális bevándorlók így könnyedén kiválaszthatják és elbújhatnak abban a járműben, amely a kívánt célország felé tart. Az erről szóló videót egy magyar kamionos tette fel az internetre. Azt hinnéd, hogy regisztrálni kell? Nem, nyugodtan lapozzád ide le. Egy olyan internetes oldalt mutat ez a magyar kamionos, amelyiken bárki megnézheti rendszáma alapján, hogy melyik kamionos tart Nagy-Britannia felé. A videót Dajka László töltötte fel a világhálóra. Az adatvédelmi aggályokat is felvető portált szerintem migránsok tömegei használják. Leginkább azért, hogy minél könnyebben átjuthassanak például a francia kikötővárosból Calaisból Angliába. A parkolókban és benzinkutaknál ellenőrzik a rendszámokat, és arra a teherautóra kapaszkodnak fel, amely a célos. Felé halad. Volt kolléga, aki megerősítette, hogy este arra ébredt, hogy egy mikrobusznak az ajtaja csapódott. Az ember kiszállt, látta, hogy hátul ülnek a feltehetően utazni kívánkozó emberek, és az ember a kis tabletjével csak csekkolta a rendszámokat, és utána mutatta, hogy mégis az a rendszám. Hello, hello, come out, please! Dajka Lászlónak volt már dolga migránsokkal. Néhány éve egy Calaishoz közeli benzinkúton kapaszkodtak fel kamionjára illegális bevándorlók. Szétvágták a pótkocsi a tetejét, és igencsak agresszívak voltak vele. Ezt is megörökítette. Come out, come! Ahogy jöttem ki a WC-ről, ugye már láttam, akkor mászott be az utolsó, illetve egy csomóan futottak el a pótkocsitól. A pótkocsi le volt lakatolva, illetőleg be volt húzva a vámzászsinór az egyik oldalon. A lakat egy nagyon egyszerű, számzáros lakat volt, igen, itt is van, tehát egy ilyen egyszerű, számzáros lakat. Lássuk be, a legtöbb bűnnek ez fejfájást okoznak kinyitni. 2 percről beszélünk. Ez ki lett nyitva, vissza lett zárva. Tavaly ugyancsak migránsok tömege akart Franciaországból Nagy-Britanniába szökni. Volt olyan eset, hogy a Calais kikötőben 100 illegális bevándorló rohamozott meg egy Nagy-Britanniába induló kompot. Elrejtőzni végül nem tudtak. Rendőrök és tűzoltók szedték le őket. Akkor 60 ember tartóztattak le. A klímavédelem fontosabb annál, mint hogy politikai csatározások keresztüzében legyen, ezt a kormány szóvívő mondta a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Szentkirályi Alexandra beszélte a 8 pontos klíma- és természetvédelmi akciótervről. Megemlítette, hogy támogatják a nap- és atomenergia felhasználást, hiszen ez a két tiszta energiahordozó kell ahhoz, hogy a rezsi és az élelmiszer ára ne emelkedjen a jövőben. Hangsúlyozta a multinacionális cégek felelősségét is. Tavaly márciusban adták át Pakson Magyarország legnagyobb naperőművét. A megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítmény 74 ezer napelem táblájával átlagosan évente egy Székesfehérvár nagyságú város villamos energiáját tudja előállítani. A 9 milliárd forintos beruházás költségeinek 65%-át saját forrásból, 35%-át Európai Uniós támogatásból finanszírozta az MVM csoport. Az új erőmű hozzájárul az ország klímavédelmi célkitűzéseihez is.
A klíma- és természetvédelmi akciótervben a kormány kiemelten támogatja a nap- és atomenergia felhasználást is. Hiszen ez a két tiszta energiahordozó kell ahhoz, hogy a rezsi és az élelmiszer ára ne emelkedjen a jövőben, mondta a kormány szóvivő a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Mi azzal fogadtuk el egyébként a 2050-es, vagy azzal tudjuk támogatni a 2050-es brüsszeli klímacélokat is, hogy az egyik feltételünk pont az, hogy ne az emberek rezsijében, vagy éppen az élelmiszer árakban jelenjen meg ennek az egyébként nagyon drága klímáért való küzdelemnek az ára. Ehhez elengedhetetlen a napenergia és az atomenergiának a fejlesztése. Szent Királyi Alexandra hozzátette, a klímavédelem sokkal fontosabb annál, mint hogy politikai csatározások keresztüzében legyen. Úgy fogalmazott, nem látja, hogy az akciótervnek melyik lenne az a pontja, amivel egy, a hazáért felelősen gondolkodó, a klímáért és a természetért tenni akaró ne értene egyet. Tájékoztatom önöket, hogy a kormány a héten klímavédelmi akciótervet fogadott el. Orbán Viktor 22. évértékelőjének központi eleme volt a környezetvédelem. A bejelentés szerint a klímavédelmi akcióterv első intézkedése már nyáron életbe lép. Július 1-ével megkezdjük az illegális hulladéklakók felszámolását és megbüntetjük a szennyezőket. Két év múlva tiszta, rendezett és takaros országképét akarjuk mutatni. A bejelentett akcióterv tartalmazza még az egyszer használatos műanyagok betiltását, az üveg- és műanyagpalackok fémdobozok visszaváltásának lehetővé tételét és a folyók megtisztítását a hulladékoktól. A fő célunk, hogy az ország erdővel és fával borított területét 2030-ra 27%-ra növeljük. Ennek megvalósulásáért 10 év alatt 250 ezer hektárnyi területet vonnak erdőművelés alá, jelentette be csütörtökön az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, ösztönzik a facsemete nevelést, gépekre és eszközökre írnak ki pályázatokat, illetve jelentősen megemelik az erdőtelepítési támogatásokat. Az új erdőket főként Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Somogy megyében ültetjük. Célunk, hogy az erdők számára jó termőhelyet jelentő hegy- és dombvidéki megyékben is könnyebb legyen a település, így Nógrád, Heves és Borsodabaly Zemplén megyékre is koncentrálunk. Ezen felül a klíma- és természetvédelmi akcióterv keretein belül minden újszülött után 10 facsemetét ültetnek, ami évente mintegy 1 millió új fát jelent. Két kérdés lesz a Gyöngyöspatai kártérítésről a nemzeti konzultációban, ez derül ki a kormány internetes videójából. Az egyik, hogy a magyar emberek többsége szerint igazságos-e az iskolai szegregáció miatt megítélt 100 milliós kártérítés. A másik, hogy ha már megítélte a bíróság, akkor pénzben vagy oktatás-képzés formájában kapják meg a roma családok. Ma éppen Gyöngyöspata miatt tartanak kormányellenes tüntetést Budapesten. A Fidesz szerint a soros hálózat akarja egymás ellen uszítani a magyarokat és a romákat. Egymás ellen akarják uszítani a magyarokat és a romákat. Ha a vasárnapi tüntetés szervezői a gyöngyöspatai romák helyzetét tartanák szem előtt, akkor először el kéne menniük Gyöngyöspatára és beszélni az érintettekkel, ahelyett, hogy színjátékot rendeznek Budapesten a balliberális sajtónak. Erről a KDNP frakció szóvivője beszélt. Nacsa Lőrinc azt mondta, a szervezők valódi célja, hogy egymás ellen uszítsák a magyarokat és a romákat, a feszültségkeltés mögött pedig a soros hálózat áll. Ott lesz a soros egyetemhez köthető Szabad Egyetem, az Amnesty, a Helsinki Bizottság, a TASZ, a Tanítanék, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, és még sorolhatnám. Közös bennük, hogy mind ott vannak soros kifizetési listáján. A soros hálózat valódi célja, hogy félreállítsa a bevándorlás ellenes nemzeti kormányt, hogy helyébe saját balliberális bábjait ültesse. A tüntetés főszervezője ezer szálon kötődik Soros Györgyhöz, erről az Origó írt. A lap úgy tudja, Setét Jenő jelenleg a Magyar Soros Alapítvány által támogatott nemzeti és etnikai kisebbség jogvédő iroda munkatársa. Az általa vezetett Ide tartozunk egyesület alaptőkéjét pedig a milliárdos spekuláns egyik leghíresebb szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítvány adta. Setét Jenő egy hónapja petíciót indított a gyöngyöspatai ügyben, csak hogy az akciója kudarcba fulladt. Az érintette 99%-a nem írta alá a kezdeményezést, az Origó szerint ezért kezdett a tüntetés szervezésébe. Gyöngyöspatán azután robbant ki a konfliktus, hogy a debreceni ítélőtábla tavaly úgy döntött, 100 milliós kártérítést ítél meg helyi romáknak iskolai szegregáció miatt. Ha megkapják a pénzt, akkor mire
költik a pénzt? Hát mire? Hát erre lakásra, és rá lesz íratva, ez nincs befejezve. Nincs benne víz, kivel ki kéne pucolni. Tetszik érteni? A fizetési határidő egy hónapja járt le, azonban sem a gyöngyöspatai önkormányzat, sem a tankerület nem tudta kifizetni a roma családoknak megítélt kártérítés ráeső részét. A kormány azt javasolta, hogy a pénz helyett oktatást kapjanak az érintettek, de ők ezt egyelőre elutasították. Hát még nagyon kevés, 3 megkeresés jött vissza ezzel kapcsolatosan, hogy hajlandók a egyeztetésre. A kúria most soron kívül vizsgálja felül az ügyet, de legkorábban csak áprilisban születhet határozat. Előtte viszont a magyar állampolgárok elmondhatják véleményüket a gyöngyöspatai iskola perrel kapcsolatban. A most induló nemzeti konzultációban 2 kérdés is vonatkozik majd a gyöngyöspatai ügyre. Ezt az ügy miniszterelnöki megbízottja jelentette be a kormány közösségi oldalán. Horváth László azt mondta, az egyik kérdés arra vonatkozik majd, hogy igazságosnak találják-e a választópolgárok a gyöngyöspatai romáknak megítélt kártérítést. A másik kérdés pedig az lesz, hogy ha már megítélték számukra ezt a kártérítést, akkor miként teljesítse azt a kormány. A mi álláspontunk szerint oktatási, képzési programok szolgálnak leginkább a roma közösség érdekét, mert így jutnak munkához, és így tudnak kitörni a szegénységből. Az elmúlt időszakban a cigány társadalomban felére csökkent a munkanélküliség. Szeretnénk, ha ez a folyamat nem törne meg. 6 kérdés már biztosan szerepelni fog az új nemzeti konzultáció ívein. A gyöngyöspatai iskola per mellett 2 kérdés lesz a börtönbizniszről is. Az egyik, hogy ön támogatja a kártérítési perek lehetőségét, a másik pedig, hogy a már megítélt pénzt megkapják-e az elítéltek. Emellett az illegális migránsoknak járó kártérítés jogosságáról is lesz egy kérdés a konzultációban. Továbbá arra is kíváncsi a kormány, hogy ön engedné-e, hogy akik mások életére törtek, büntetésük letelte előtt szabad lábra kerülhessenek. Katolikus közösségi házat adtak át Pest-Szent Imré. A beruházást csaknem 150 millió forinttal támogatta a kormány. Az épületet Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek áldotta meg. Soltész Miklós államtitkár arról beszélt, hogy az idei év egyik legnagyobb hazai egyházi eseménye a budapesti eukarisztikus világkongresszus lesz. A közösségi terek megújítása, építése is ezt a célt szolgálja. Ennek előkészületeként az egyházi vezetéssel, bíborosorral és hát persze sok-sok plébánossal olyan terveket, gondolatokat készítettünk jó pár évvel ezelőtt, amelyek részben magának a rendezvénynek a lebonyolítását szolgálják, nagy részt sok-sok templomnak, budapesti templomnak a megújulását, és ehhez, ami legalább ilyen elengedhetetlen közösségi épületeknek, tereknek a vagy megújítását, vagy újaknak az építését. Újabb visszás ügyre derült fény az ősszel szexuális botrányba keveredett Gotár Péter rendezőről. Ezúttal a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő Szirtes Ági nyilatkozott arról a sajtónak, hogy a baloldal által ünnepelt és elismert rendező munkamódszerei annyira kegyetlenek voltak, hogy neki például szívritmus zavarai lettek tőle. A többszörösen díjazott színésznő érzelmi terroristaként beszél Gotár Péterről. A rendezőt egyébként zaklatási botránya óta több munkahelyéről is kirúgták. Úgy hallottam, hogy volt egy időszak, amikor ritmuszavarod is volt, amikor úgy... Oh, persze! A rendezők tudnak olyat csinálni. Szívritmuszavart okozott Szirtes Áginál az, ahogyan Gotár Péter rendező bánt vele. Erről a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő beszélt a Klubrádióban. Azt is mondta, Gotár Péter, idézem, érzelmi terrorista. Ő Gotár volt, ugye? Aki... Igen. De mit csinált? Hát egy érzelmi terrorista volt. Az mit jelent? Hogy kell ezt elképzelni? Nem tudom, hogy leírni. Lehet, hogy végül eredményre jut ő, de engem nagyon-nagyon kikészített a módszereivel. Hogy azt gondolta, hogy egy embert megaláz esetleg, meg piszkál, meg kiabál vele, akkor annyira kifordul az ember emberi mi voltából, hogy az arra készteti, hogy túllépjen a saját határain és jól játszon. Szirtes Ági, aki egyébként a Katona József Színház egyik alapítója, a műsorban többször is beszélt arról, hogy Gotár Péter megalázta őt. Fáj. Hát megalázó szörnyen, persze.
A Gotár Péter körüli botrány még novemberben robbant ki, miután nyilvánosságra került, hogy a rendező szexuálisan zaklathatta a Katona József Színház több dolgozóját. Gotár Pétert még bő egy évvel korábban a színház egyik alkalmazottja panaszolta be, hogy a rendező erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett vele. Ám az ügyet a teátrum vezetése egy évig nem hozta nyilvánosságra, Gotár Péter pedig ugyanúgy folytathatta munkáját, ahogy korábban. Nem csak rendezhetett, hanem tovább taníthatott a Színművészeti Egyetemen is. A botrány kirobbanása után kiderült, hogy színházi körökben nyílt titok volt a rendező zaklatási ügye. Ezek képtelenségek. Ám például a színművészeti rektor helyettese még akkor is védte Gotár Pétert, amikor a rendező ellen már vizsgálat folyt. Valakik valahol rosszat álmodtak, és nagyon rosszul használják a nyilvánosságot. Gotár Pétert végül a Katona József Színházból és a Színművészeti Egyetemről is kirúgták. Arról, hogy megkönnyebbülést jelentette a dolgozóknak Gotár Péter menesztése, szinte senki nem beszélt a nyilvánosság előtt. Az erre vonatkozó kérdésre a Kossuth-díjas művésznő sem válaszolt. Van egy olyan érzés benne, egy ilyen után, hogy a felnevi 700-át neki azért egyszer véget kellett ennek vetni, és nem olyan nagy baj az, hogy ez véget ért. Bologatsz nagyon. De nem szeretném erről többet mondani. Hát minden az arcodra van írva, azt hiszem. Pokolbéli tájhoz hasonlítják a Kanári-szigeteket. A népszerű turista paradicsomban bozott tüzekkel küzdenek. Egy homokvihar pedig a közlekedést akadályozza a térségben. A Gran Canaria repülőtéren le is kellett állítani a légiforgalmat. A világ másik felén villámáradások pusztítanak. Dél-Amerikában ugyanis még tart az esős évszak. Alig lehet látni a gépeket Gran Canaria repülőterén. A Kanári-szigetek legforgalmasabb légikikötője nem fogad és nem is indít járatokat a térségben tomboló homokvihar miatt. Az óránkénti 120 km-es sebességgel érkező szél a Szaharából hord vörös homokot a spanyol szigetcsoportra. A helyi hatóságokat azonban a Gran Canarián tomboló tűzvész aggasztja a leginkább. A 40 fok közeli hőségben könnyen lángra kap a száraz bozótos, az erős szél miatt pedig gyorsan terjed a tűz. Taserte városból már több száz embert menekítettek ki a hatóságok. Az ausztráliai Sydneyben vasárnap a hónapokig tomboló bozót tüzek áldozataira emlékeztek. Új-Dél-Walesben pusztított leginkább a tűzvész, amely több mint 5 millió hektárnyi területet emésztett fel. Csak nem 2500 otthon vált a lángok martalékává. A szövetségi államban 25 ember vesztette életét, köztük három ausztrál és három amerikai tűzoltó. Hősként haltak meg. Megvédték közösségük tagjait, sőt néhányan egy távoli vidék lakóiért adták életüket, mondta könnyeivel küszködve Új-Dél-Wales tűzoltó parancsnoka. Közben Peruban árvizekkel küzdenek, több településen is villámáradások pusztítottak. Legkevesebb 4 ember meghalt, és több száz ház vált lakhatatlanná. Bár a hatóságok néhány térségre adtak ki riasztást, a víz a vártnál sokkal nagyobb területet öntött el. Senki sem figyelmeztetett minket. Más városokban mondták, hogy áradás lesz, de itt nem. Este 8 körül mindent elöntött a víz, gyorsan és erősen jött az ár. A férjemet az autónkkal együtt sodorta el, panaszkodott egy helyi nő. Bolíviában sártengerré változtak az utcák, itt is a heves esőzések után léptek ki a folyók a medrükből. A járhatatlan utak miatt nehezen halad a károk felmérése. Az ország ideiglenes elnöke is a katasztrófa helyszínére látogatott. A bolíviai kormány elkötelezett, a minisztereket idehívtam, hogy közösen figyeljük a mentést, minden eszközt biztosítunk a vészhelyzet megoldásához, mindenkinek segíteni fogunk, mondta az államfő. Észtországban tengervíz öntött el több települést. Az erős szél korbácsolta fel a hullámokat, amelyek néhány csónakot is partra sodortak. A hatóságok több utat lezártak. Az ivóvízhálózatot is folyamatosan ellenőrzik. Attól tartanak, hogy sós víz került a rendszerbe. A leglátványosabb programokat rendezik ma a Mohácsi busójáráson. Több tízezer látogatóra számítanak a Dunaparti városban. Kapcsoljuk a helyszínről Hegyi Gabriellát, akinek látom az arcán a megtisztulást hozó hamuval való, már is kezdődtek ezek a programok.
Jó napot kívánok, igen, így van, én sem úsztam meg a busok szeretgetését, korommal kenték be az arcomat. Így járnak a fiatal hölgyek, sőt, van, aki nem úszta meg ennyivel, hanem tollat, lisztet szórnak a hajába. Mi most a Sokac révnél állunk, és rengetegen vannak körülöttünk, rengeteg a látogató, mindenki ide tömörlött, ugyanis perceken belül átkelnek a busok Mohács-szigetről csónakokkal a Dunán. Lehet látni, hogy a túlparton már ég a mágia, és azért várakoznak ennyien itt Sokac lányok és busok, mert itt is hamarosan meggyújtják a mágiát, ágyúszóra fognak indulni a busok. Ezzel a busójárás történetét elevenítik fel a maskarások évről évre, ugyanis a legenda szerint egykoron a mohácsi sokacok így űzték el a törököt a városból, hogy fűzfából maszkokat faragtak maguknak, és az éjleple alatt birkabundába bújva csónakokkal keltek át a Dunán, aztán a török annyira megriadt, hogy rögtön el is menekült Mohácsról. Innen majd a busok végigvonulnak az egész városon, elkezdődik az utcai farsangi felvonulás és karnevál, aztán pedig 17:30-kor meggyújtják a főtéren a mágiát, egy szalmabábút égetnek majd el, ezzel pedig jelképesen leszámolnak a téllel. Hegyi Gabriellának köszönjük szépen. Véget ért a Dal 2020 első elődöntője, 9 énekes, illetve zenekar lépett színpadra, közülük 4-en jutottak tovább a döntőbe. A fordulók különlegességét adta, hogy az indulók a versenydaluk akusztikus verzióját adták elő, a jövő héten pedig újabb elődöntő lesz. Elsőként jutott tovább a Dal 2020 döntőjébe a Tortuga zenekar. A Mámor tér 3 című daluk akusztikus feldolgozását a legtöbb 71 ponttal jutalmazta a zsűri. Nehogy ez a botlásom valamit is elroncson. Rácz Gergő és Orsovai Reni is zenekari kísérettel lépett színpadra. A duó hamar a zsűri szívébe lopta magát, így velük és a Mostantól című dalukkal is találkozhatnak még a nézők a fináléban. Csomagold össze, hajtsd be szádba, mondd ki a mondatot, csak hogy megbánjon. A zsűrivel együtt a nézők is úgy gondolták, hogy a Fatal Error zenekarnak is ott a helye a márciusi döntőben. Szintén tovább jutott Takács Nikolász is, aki Heinz Gábor szerzeményével nyerte el a zsűri tetszését, és jutott tovább a végső megmérettetésre. A mai forduló különlegességét az adta, hogy az indulók akusztikus, vagyis nagyzenekari kísérettel adták elő versenydalukat. Ez nem csak az indulók, hanem a zsűri számára is komoly kihívást jelentett, hiszen így mutatkozik meg igazán a zenei tehetség. Nagyon nehéz, akusztikusan, már amiatt is, hogy teljesen élő vokál, élő gitárok, élő hangszerek, és aki nem tudja ezt megoldani, nem tudja megugrani ezt a lépcsőt, hát nem elég jó. A Dal 2020 jövő héten szombaton a második elődöntővel folytatódik a Dunán és a Dunavördön. Az 5 Celsius fokos Balatonnal kell megküzdeniük azoknak, akik vállalták az első téli Balaton átúszást. Szántód és Tihany között 15-en mertek nekivágni a több mint 1 kilométeres távnak. Az úszás a jéghideg vízben komoly, több hónapos felkészülést igényel, ám ha valaki ismeri saját szervezetét és teljesítő képessége határait, akkor a hideg víz kifejezetten egészséges. A leggyorsabb úszó kevesebb, mint fél óra alatt teljesítette a távot.